Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A szerelem kertje, így hívom ezt a jóslást, és itt természetesen szerelemről van szó. Kedves Mirjen, üdvözöllek téged, ez a te videód, és most megtekintjük azt, hogy áll a lelki társad hozzád, mi lesz ebből, és megnézzük az ő érzelmeit, gondolatait ebben a szerelem kertjében. Ebben a parkban látható egy hölgy, az téged szimbolizál, és ez a férfi őt szimbolizálja. Az első kártya mutatja a te érzelmeidet. Itt erőről van szó, belső erőről is, és higgy ebben, hogy te adsz neki is erőt, és ebből lesz egy tartós párkapcsolat. A következő kép mutatni fogja az ő érzelmeit. Ez a kártya arra utal, hogy itt lesz egy új kezdet. A nulla szám az utal az ő gondolataira, az ő terveire. Ő tervez veled valamit, de még nem tesz lépéseket. Megvan ez a könnyűség, de nem tudja, hogyan tovább, mi lesz akkor, ha itt lesz nálatok egy új kezdet. Megvan a talaj a lába alatt, vagy tesz egy lépést, és lezuhan a mélybe. Ez utal félelmekre. Most megnézzük a te gondolataidat, vagy mire kell, hogy gondolj. Ezen a képen láthatóak a kelyhek, és azok utalnak az érzelmekre. Ez mutatja a vágyakat és az álmokat is. Ha te ebben hiszel, és megvan ez a belső erő, ez a belső hited, ahogy az első kártya erre utalt, akkor ez a vágy, ez az álom megvalósul. A hetes szám az a hold energiájával van összefüggésben. Te megkapod azt, amiben te hiszel. Te légy inkább visszahúzódó. Most megtekintjük az ő gondolatait. Ezen a képen látható egy királynő. És ez a királynő uralkodik az érzelmek felett. Te vagy ez a királynő, és ő így gondol rád. Őrizd meg a büszkeségedet, és ügyelj a fellépésedre. Legyen meg ez a büszke tartásod. Most megtekintjük azt, hogy milyen meglepetés lesz nálad. Valami, amire még eddig nem számítottál. Itt lent, bal oldalon láthatsz egy királyt. Ez a király uralkodik a víz eleme felett, uralkodik az érzelmek felett. Ugyanúgy, mint te a királynő vagy az érzelmek felett, ez nagyon jól passzol. Ez jelentheti az ő fellépését, és nyitott lesz érzelmekről beszélni, vagy kimutatja az érzelmeit, de ez egy új kapcsolatra is utalhat. Én úgy mondanám, hogy mindkettő beválik. Te valakivel megismerkedsz, nyitott az érzelmekre, szeretne veled egy párkapcsolatot kialakítani, de a lelki társad is ott van, és ő is nyitott lesz egy párkapcsolatra, és mutatja az érzelmeit. Most megtekintjük azt, milyen meglepetés van nála, vagy ki hat rá, mi hat rá kívülről. Itt lent jobb oldalon láthatunk egy fiatal férfit,
és ő mutatja a levegő elemét, ami a könnyűségekre utal, és a kommunikációra. Ez nem egy külső hatás, én inkább úgy mondanám, hogy ez mutatja az ő tartását. Ő hamarosan fontos döntéseket fog hozni, és átteszi magát a félelmeken. Most megtekintjük azt, hogy mi várható nálad a közeljövőben. Ezen a képen Justícia látható. Ő az igazság istennője, de kinyitja a szemünket, hogy lássuk azt is, amikor igazságtalanságokról van szó. Justícia utal gyakran bírósági ügyekre is. Viszont ennek a képnek szimbolikus jelentése van, és utal a belső egyensúlyra. Azon kívül ez a mérleg szimbolizálja a párkapcsolatot. Ő döntéseket fog hozni, és te várj, amíg ő ezt közli veled, te tartsd meg ezt a belső egyensúlyt. A következő kártya azt mutatja, hogy mit fog ő tenni, hogy közeledik hozzád. Ezen a képen a kelyhek láthatóak, és az utal az érzelmekre. Ő érzelmekkel közeledik hozzád. Az alsó három kehely mutatja a múltat, itt vannak fájdalmak, könnyek, de ő ezt lezárta. Jelen pillanatban befele fordul, és hamarosan fog döntéseket hozni, de ez eltarthat egy-két hónapig. És a jövőt a két kehely felül mutatja érzelmek, egy párkapcsolat, te és ő. Ebben a parkban van egy szökőkút, és ott látható ez a víz, egy irányt mutat, mégpedig a jövőt, és most ezt is megtekintjük. Ott fent, ezen a képen látható egy király, és ez a király uralkodik az érmék felett, uralkodik a föld eleme felett. Az érmék jelentik az anyagiakat, és ez azt közli veled, ő rendezi most az anyagiakat. Ez az érem utal értékekre, te értékes vagy számára, mert ez a belső érték. A föld eleme azt jelenti, hogy itt megvalósul valami, mert a föld eleme jelenti a reális dolgokat. Azon kívül azt is mutatja, hogy ez a férfi téged birtokába szeretne venni. És ha ez így van, akkor előfordulhat, hogy ő egy kicsit féltékeny. Amit még a föld eleme közöl, az a türelem. Türelem rózsát terem. Mielőtt elbúcsúznék tőled, szeretnék valamit közölni. Igaz, hogy még január van, de én már most felkészülök a Valentin napra, február 14-ére. Én már most indítom ezt az akciót, hogy időben meg tudjátok rendelni, mert rengeteg a jóslásom, különösen, ha kedvezményről van szó. Ez egy szerelmi jóslás, és ehhez jön egy asztrológiai elemzés, összehasonlítom a horoszkópotokat. Tehát a ti horoszkópotokat az övével. Megnézzük, hogy passzol, megnézzük, hogy működik ez a párkapcsolat területén, és így van egy bepillantás az ő lelki világába, akkor tudjátok, hogy közeledjetek hozzá, vagy mit tudtok tőle elvárni. Ez a Valentin napi akció 5000 forintba kerül.
Kedves Mirien, köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!